A Sárospataki Vadásztársaság elnöke köszöntőjében az elmúlt év vadgazdálkodása mellett a közösségi rendezvények fontosságáról is szólt. Ezek között kiemelkedő jelentőségűnek minősítette e hétvégi vadászbált. Ez az intéző bizottság 15 éve, de ezt megelőzően is voltak vadászvacsorák. Ebben a formában ez az intéző bizottság vezette be, és hát tartjuk ezt a formációt, és hát úgy látszik, hogy ez kedvelté vált a városba. Hozzátartozik Sárospatak kulturális életéhez, Sárospatak társadalmi életéhez most már ez a vadászbál, hiszen több mint 50 tagja van a Kossuth Vadásztársaságnak, rendszeresen tartjuk a kapcsolatot velük, 16 ezer hektáron gazdálkodnak, és úgy hallottuk elnök úrtól, hogy a tavalyi év minden gazdasági válság ellenére sikeres volt, egy méltó befejezése, egy méltó zárása ez a tavalyi esztendőnek. A rendezvényen igen látványos műsort adtak a Sárospataki Szent Erzsébet általános iskola diákjai, valamint a Művelődés háza tánccsoportja. Ezt követően különböző vadételekből válogathattak a résztvevők. Vadhúsból a hortobágyi palacsinta volt az előétel, fácánból készült a csigaleves, illetve hát a húsleves csigatésztával, de ebbe marha hús is, tehát marha lábszár került. Szarvaspörkölt lesz a fő fogás, és hát egy süteménnyel zárul a mai vacsora. Éjfélkor pedig szintén vadhúsból vagdalt hús, illetve töltött káposzta. A vadászvacsorán az asztaltársaságok egy-egy vadászbrigádot képviseltek barátaikkal kiegészülve. Nagyon jó volt az étel, a kaja, minden, és a kertész barátomat, a Hubertus szomszédos vadásztársaságot hívtam meg vendégként. Nagyon finom a kaja, jó a zenekar, csodálatosak a lányok, nagyon jól érezzük magunkat. Jól érezzük magunkat, szeretném megköszönni elnök úrnak és az intézőbizottságnak, hogy meghívtak bennünket erre a bárra. Négy brigád van ebbe a vadásztársaságba, és a Szemán brigádba vagyok, mint tag, és hát a hugomat hívtam meg, és illetve itt vannak a vadásztársaim a környezetemben. Jó a hangulat, nagyon jó a vacsora, különleges ételeket szoktunk kapni. Nyilvánvaló, hogy vadételekről van szó, és nagyon jól érezzük most is magunkat. Hajnalig tartó mulatsággal zárult a Sárospataki Kossuth Vadásztársaság vadász évadot záró bája, mely már a Sárospatak egyik legszínvonalasabb társadalmi eseményévé nőtte ki magát.